Az elmúlt évben, amikor döntött a képviselőtestület arról, hogy az önkormányzat fogja üzemeltetni a városi temetőt, nagyon sokan aggodalmukat fejezték ki, hiszen valljuk meg őszintén az elmúlt húsz évben Lippoi Lajos neve összefort Tiszavasvári város temetőjével, temetkezésével. Rossz azt is pusmogták, hogy persze, mert valaki pénzt látott benne, meg akarja kaparintani, mi lesz a temető sorsa, nagyon sokan már szinte síratták a városi köztemetőt. Majd döntött a képviselőtestület arról, hogy a Tivaszol Kft. lesz az, aki az elkövetkezendőkben üzemeltetni fogja. Szabó András ügyvezetővel beszélgetünk. Egy Rövid séta következik a Tiszavasvári Városi köztömetőben. Elmondja, hogy mi az, amit ő elképzelt, amit ők elképzeltek, és amit eddig sikerült megvalósítani. Sok szeretettel üdvözlöm a kedves tévénézőket. Ugye, mint ismeretes, 2016. január 1-ével cégünk a Tivaszor Nonprofit Kft. üzemelteti Tiszavasvári Város köztemetőjét, illetve a megküldött szórólapok alapján 2016. február 6-ai időponttól cégünk végzi a temetkezési szolgáltatási tevékenységet is Tiszavasvári, illetve néhány környező településen. Az elkövetkező pár percben megpróbálom röviden bemutatni, hogy milyen fejlesztéseket hajtottunk végre, mi az, amire megpróbáltunk nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy egy kicsit úgymond változtassunk a temetőnek az eddigi képén, és megpróbáljunk tényleg minden hozzátartozónak egy szép és rendezett temetői összképet nyújtani. Tartsanak velem az elkövetkező pár percben, bemutatom azt, hogy eddig ebben az el, elmúlt három hónapban mire jutottak cégünk munkatársai a fejlesztések során. Első körben a temetés felvétel irodádnak a felújítását végezte el cégünk. Komplett a bútorokat kicseréltük, kifestettük az épületet, riasztóval láttuk el, mert sajnos nagyon sok volt az utóbbi időben a betörés. Megpróbáltunk egy olyan környezetet kialakítani, amelyben a hozzátartozók egy elfogadhatóbb környezetben végezhetik gyakorlatilag a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézést. Kérem, tekintsék meg! Itt állunk a tevető kapuban. Itt az első és legfontosabb szembetűnő változása, mögöttem látható út két oldala. Az egyik oldalt ugye már látszik, kivágtuk a régi összenőtt tújasort azért, hogy tényleg Átlesen látna a temetőnek az egész területén, és ő, új, ö, egységes túlyosor telepítettünk le. Ugyanezékén meg fog valósulni napokon belül itt a ö, másik oldalán is az útnak, tehát az út mindkét oldalán egyforma túljasú lesz, hogy egy kicsit tényleg a látványképet is javítsuk. Illetve sajnos ö, nagyon bevett szokás, hogy itt a mögöttem látható járdán az autókkal megállnak és akadályozzák a közlekedést a temetőben, ö, és gyakorlatilag erre azt találtuk ki, hogy itt szintén napokon belül egy, láncol ellátott korlátsort fogunk letelepíteni, tehát gyakorlatilag a járda az gyalogos forgalma vonat van kitalálva is, azt a célt szolgálja, az út pedig az autós közlekedést. Ezáltal remélhetőleg egy kicsit javítjuk a közlekedés biztonságát is. Mellettünk lévő első osztályú sírhelyeken az elsők között elvégeztük a a területnek egy kicsit a rendezését, itt is tujasorokat ültettünk, illetve terveink között szerepel a meglévő megépített szegélyköveknek a befejezése, illetve a <tosz> A sírboltok közötti területnek gyakorlatilag a, a föld felszedése és a diszkővel történő ellátása, tehát hogy az első osztályú sírhely az tényleg első osztályú sírhelyként is funkcionáljon. Az egész temető területén, mögöttem végig, hogyha benézünk, nagyon-nagyon sok elhasználódott tuját, illetve fát kivágtunk, és ez a fakivágás, illetve a tuskóknak a kiszedése vonatkozik a temetőnek a Hát most úgy mondom, hogy a, a sírköves felüli oldalán hogy mindenki be tudja azonosítani. Nagyon sok tuskó, illetve hulladék volt ott a, a területen. Ez gyakorlatilag lehetőségénk, kezd mérten összeszedtük. Éként ez a munka folyamat, ez folyamat van most is. Illetve a ö, szántóföld felüli oldalán a temetőnek folyamatában végezzük a tuskóknak a kiszedését, illetve a cserjéknek a kiszedését a kerítésnek a nyomvonalából. Ugyanis, mint többször is hangsúlyoztam, tervek között szeret a temető hátsó részének, tehát a nyíregyháza felüli oldalán a gyakorlatilag a komplett kerítés felújítása, illetve a terepnek a rendezés, és ennek első ütem az, hogy az összes cserjét kivágjuk a, a, a kerítésnek, hogy gyakorlatilag, hogy meg tudjuk a kerítést építeni. Ezáltal remélhetőleg biztosítva egy kicsit a illetékteleneknek a bejárását a temető területére. Mögöttem látható, hogy a ravatalózónak az épülete, Gyakorlatilag az első ön, látványosabb ö, javítást azzal ö, kezdtük, hogy egy ö, nagyomású mosható berendezéssel, a teljes belső falfelületet, a plafont, a, a padlózatot, illetve a ravatolózó körül mindent, amely gyakorlatilag ö, ö, be volt mohásodva, tehát a padoknak a, a betonajzatát, ezeket a mohásodásokat, a, a, a porlerakódásokat, ezeket gyakorlatilag ö, lemosattuk. A ravatolózó mellett található harang lábozatát és a kompettő harang szerkezetet felújtottuk. Ennek most is folyamatban van éppen a két ajtónak a felújtása, tehát hamarosan a harang is befejeződik. A ravatalozó mellett található urna sírfal felújtása is éppen folyamatban, tehát ennek is megtörtént a, a muháknak a, a, a lemosatása a tetéről, illetve az oldaláról, és a hátulja pedig ugye az sajnos eléggé felújításra szorul, az is napokon belül meg fog történni egy bevonattal ellátásának a az hátujának hátuljának és egy egységes színezet kialakítása. Gyakorlatilag ezeket azért mondom folyamatosan, hogy ezek napokon belül megtörténnek, mert az első két és fél hónapunk sajnos esős időszak volt, és nem tudtunk olyan külső munkátokat csinálni, amelyeket most hirtelen kell, hogy megoldjunk. Tehát ezeket egyébként egy-két héten belül a kilátogató hozzátartozók ezeket a változásokat ért érzékelni fogják. Folyamatban vannak egyébként az összes padnak a felújítása, tehát minden padnak levételre került a, a deszkája, ez újra gyalulásra, újra festésre kerül a padnak a vasalata is a bicikli tároló is mondhatnám, tehát gyakorlatilag minden, amely festető felület, azt megpróbáljuk feljavítani. Ezek a padok is gyakorlatilag egy-két napon belül visszajelzésre kerülnek, tehát itt már most április első hetében vagyunk, ez hétvégére meg is fog történni ennek a visszajelzés, és minden használtó lesz. Kihelyezésre kerültek a csapokhoz új kis locsolótartók, legyártattunk új parcelerjelző táblákat, ezeket is éppen két napon belül tervezzük ezeknek a lehelyezését, tehát minden parcellának külön jelzőt lesz, tehát hogy messziről látható legyen. A ravatalozó mellett lévő parcellának teljesen átalakítottuk az összképét, tehát felnyestük a tujákat, kivágtuk a feleslegeseket, amelyek olyan helyen vannak benne, tehát ténylegesen úgy alakítottuk az összképet, hogy a ravatalozó körül és még akkor említhetném, itt voltak olyan össze-vissza elültetett tuják, hogy a ramatolózó körül egy olyan szép, átlátható, egységes kép legyen, hogyha bárki bárhol megáll, az egész temető belátható legyen, és tényleg egy szép képet mutasson. És most befáradunk a ramatolózó helységbe, és bemutatom, hogy ott is milyen változásokat hajtottunk végre. Na, gyakorlatilag itt a felújítást azzal kezdtük, hogy kicseréltük a ö, ö, régi szőnyegeket, ö, új székeket vásároltunk, amely illő ehhez a ravatolozó helységhez. Kicseréltük a ravatolozó asztalnak a terítőjét, illetve a lábrésznek a terítőjét. Kicseréltük a világítást, az összes világítást, amely a fejrészeknél van, illetve itt, amely a lábrésznél volt a korábbi világítás, ezt is kicseréltük. Nem kell most már kerülgetni, felszereltük a falra, kicseréltük a kihangosítást, új kihangosítást szereltettünk fel annak érdekében, hogy akár idebent, akár kinti helységben, egy normális hangminőségben hallják, bármilyen nagy tömeg esetén normális hangminőségben lehessen hallani a búcsúztató beszédet. Új mikrofont szereltünk föl, és kicseréltük a belső világító berendezéseket és tehát egy normálisabb fényviszonyt tudtunk ezzel elérni. Mögöttem látható a temetőnek a hátsó terület, amelyről többször is szót emeltem. Tehát, mint látszik, egy munkagép segítségével elkezdtük a kerítés nyomonalában lévő tuskóknak és a cseréknek a kiszedését. Illetve már ezt a, mint ahogy korábban mondtam, a kisimre műköves vállalkozó oldalában lévő út részen is már ezt gyakorlatilag elvégeztük, és amely itt látható tuskó kupac végül is az annak a az eredménye, és ezzel a tevékenységgel a haldunk végig körbe-körbe egészen a temető teljes területén lévő kerítés nyomornában végig. Amikor ezzel megvagyunk, akkor a mögöttem látható régen kiásott árkot, ezt vissza fogjuk temetni, és a temetőnek ezt a hátsó részét terveznénk, hogy teljes területét rendbe tesszük, megtereprendezzük, folyamatosan kaszálni fogjuk, illetve a kerítést fel fogjuk újítani, tehát az oszlopokat helyreállítjuk, és új kerítés fogunk kiépíteni. Idővel pedig majd, ha ez megtörténik, tehát amit mondtam is az elején, hogy szeretnénk, hogyha ez az átjáróház, ami jelenleg a temetőben zajlik, ez megszűnne, Megpróbáljuk ezeket a tuskókat és fákat, és mindent eltüntetni, hogy ne legyen ok a bejárásra. És hogyha ez megtörténik, akkor már tudunk itt ebben a hátsó részben szép, akár első és másodosztályú újabb sírhelyeket kialakítani, és egy kicsit talán a temetőnek az összképét is feljavítani. Remélem, hogy sikerült mindent bemutatni. Fogunk még ebben az ügyben találkozni. Amit elmondtam, az elkövetkezendő két-három hétben folyamatosan fejleszteni fogjuk a temetőt. Hamarosan egy újabb bemutatkozás keretében bemutatjuk ezeket a változásokat is. Köszönöm szépen!